Tisztában vagyok azzal, hogy rengeteget foglalkoztunk már a Reveal Hidden Reality-vel, de ezúttal újra sajnos vissza kell térnünk hozzájuk, mert úgy tűnik, hogy nem tudnak kifogyni az ostobaságokból, és ennek egy újabb ékes bizonyítéka a zsidó kulturális gyökerek nevű mozgalom vatikáni eredete és hamis teológiája című videójuk. Számomra egyszerűen érthetetlen, hogy lehetséges az, hogy emberek ezrei ezt nem veszik észre, hogy minden szinte, amit mondanak, az gyakorlatilag az ostobaság kategóriába tartozik. Legalábbis ami az írásokat illeti, az mindenképpen. Ebben a videóban ez ki fog derülni egyébként az első 1-2 percben, annyi téves információ hangzik el, hogy szerintem csak az nem veszi észre, aki nem akarja észrevenni azért, mert az az út, amit ők hirdetnek, ugyanolyan egyszerű, mint amit a kereszténység hirdet, vagy a buddhizmus hirdet, vagy a New Age, vagy az összes többi, aminek nincs semmilyen szabályrendszere, és mindent csinálhat az ember, és a végén majd így is úgy is ott lesz. Én most az elején elmondom azok kedvéért, akik nem értenek egyet azzal, hogy a Tora fontos, mutassanak nekem egy verset az írásból, amikor a Teremtő, vagy Jehusá Hamásiák, a megváltó maga ezt elmondta. Egyetlen egy verset, ahol a Teremtő, vagy a megváltó arról beszél, hogy a Tora nem jó, vagy hogy el kell törölni, vagy hogy el van, vagy lesz törölve. És miután rájött, hogy ilyen nincs, azután gondolkozzon el azon, hogy vajon akkor ő jó úton jár-e, vagy sem. Ez a videó az úgynevezett Hebrew Roots Movementről szól, ami magyarul héber gyökerek mozgalom. Aki nem ismeri ezt a mozgalmat, azok számára elárulom, hogy nagyjából arról van szó, hogy a Tora követése és a Jehusá Hamásiába vetett hit együttesen vezet el minket majd az atyához. Az üdvösség és az igazulás természetesen ajándék az atyától a megváltó áldozata által, ezután azonban az embernek cselekedeteivel kell bizonyítania azt, hogy az ő hite valódi ebben. Ez a könyv elejétől a végéig így van. Soha senki nem lesz képes bebizonyítani azt, hogy ez nem így van. Hit és cselekedetek együttesen dolgozik. Nem lehet ezt megcáfolni az írásokból. Lehetetlen. Úgyhogy az, aki arról beszél, hogy a Tora parancsolatok, instrukciók és Jahua szava az már nincs érvényben, az nem érti az írást, és az rossz úton halad. És még egyszer elmondom, ha valaki úgy gondolja, hogy ezzel nem ért egyet, mutasson egyetlen egy verset Jahuától, az atyától, vagy Jahusá Hamásiáktól, a fiútól, amikor azt mondja, hogy a Tora el van törölve, el lesz törölve, nincs érvényben, vagy nincs rá több szükség. És rá fog jönni mindenki, hogy ilyen nincsen. Az az út, amit Reveal Hidden Reality képvisel, az nem más, mint a kereszténységnek egy hibrid változata. Ugyanúgy törvénytelen élet, mint az összes többi keresztény vonulat, csak ők kiválasztottak bizonyos dolgokat, amiket ők nem csinálnak, mert ezt katolikusnak tartja. Hogy mennyire nem értik a valóságot, azt az is bizonyítja, hogy azt mondják, hogy ez a héber gyökerek mozgalom, amit én nem szeretnék védeni, mert rengeteg probléma van vele természetesen. Én csak azt mondom, hogy ez az út közel áll ahhoz, ami a valóság. Amennyire Reveal Hidden Reality és a kereszténység távol áll tőle, ez sokkal-sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint az összes többi. Még azt is hozzátenném, hogy én nem tartom magam ennek a mozgalom követőjének, sőt, egyik mozgalom követőjének sem. Én azt csinálom, ami le van írva. És ez megegyszerűsíti az életet mindenki számára. Ha valaki azt csinálja, ami le van írva, úgy nem lehet rossz úton járni. Ezt szeretném, ha mindenki felfogná, hogy amennyiben valaki azt csinálja, ami le van írva, nem járhat rossz úton. Mert Jahu a szava igaz, és minden cselekedete hűséges, vagyis hit vagy émüná. Ugyanúgy volt hit,
A tanákban, mint ahogy van a brit hadaságban, vagy a megújult szövetségben. Szereti az igazságot, CDK, és a törvényt, Yahuwah kegyelmével telve a föld. De itt van még egy. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, ki a gonosz, az, aki megszegi a törvényt. Bűnös, vétkes, büntetést érdemlő. Ez a boldog, nem az, aki Reveal Hidden Reality-t meg a kereszténységet követi, mert az a gonoszok útján jár. Mert az vétkezik, az megszegi a torát. Aki nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján nem áll meg. Ki a bűnös? Az, aki megszegi a törvényt. Hatá! Az, aki vét. És ezek útján nem áll meg, és a csúfolódók székében nem ő, hanem ki az, aki boldog, aki Yahuwah törvényében gyönyörködik. Tara! Abban van gyönyörűsége, és az ő törvényéről Tara gondolkodik éjjel és nappal. Akkor ki az, aki jó úton jár? Ez az ember olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ez csak két idézet a több ezerből, amit lehetett volna példának felhozni arra, hogy a Tora soha el nem múlik, és ezek az emberek nem értik azt, amiről szólnak az írások. De itt van ugyanez Saul szájából. A törvény, azaz namaz, úgy mint a Bibliában különösen a mózesi törvény, törvény, a Torát tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, ne, nehogy, vagy nem, semmiképpen, sőt, inkább a Torát megerősítjük. Mindazok, akik a keresztény útvonalat követik, vagy annak valamiféle elfajzását, hogyan tudnak ezekkel elszámolni? Ezekkel a versekkel hogyan lehet elszámolni? De itt van még egy Saultól. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Azaz vétkezzünk-e? Maradjunk meg a bűnben? Káldi, mit mondjuk tehát? Megmaradjunk-e bűnben? Azaz követhetünk-e el bűnt, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mit mond erre? Nehogy eszedbe jusson, távol legyen, dehogy is! Akik meghaltunk a bűnnek, nem a törvénynek, akik meghaltunk a bűnnek, hamartia, úgy mint a bűn, vétek, tévedés, hiba, vagy hatá, amiről beszélt Dávid, akik meghaltunk a bűnnek, nem a törvénynek, a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább abban? Hamartánó bűnt követel, vagy vétkezik Elohim ellen, a törvény ellen, hogyan lehetne úgy élni, hogy valaki bűnben él, és azt mondja, hogy ő már siákot követi. Vége hossza nincs ezeknek a verseknek, hogyha ezt elkezdjük most. Azt szeretném, ha mindenki megértené, hogy a Torán keresztül vezet az út Yahuwahhoz. Igen, a hit által üdvözöl az ember, utána pedig a cselekedetei mutatják, hogy van hite. Én azt akarom, hogy megértse mindenki, hogy semmiféle hasznom nincs ebből az egészből. Amire én számítok, az az, amit itt mondott Yahuwah Ábrámnak. E dolgok után lője a Hua beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván, ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te neked, és a te jutalmad felette igen bőséges. De térjünk vissza ez a szánalmas produkcióhoz, ami itt elhangzik. Az egésznek a kezdete rossz. Azt akarom, hogy mindenki értse meg, hogy nem értik, hogy miről beszélnek ezek az emberek. Én nekem mindegy, hogy hányan követik őket. Én tudom, hogy Yahuwah úgy is el fog-e hívni azokat, akiket akar, és akiknek a szíve a helyén van. Én csak szeretnék ebben segíteni azoknak, akikről szó van. Nem értik ezek az emberek, hogy mit beszélnek. Azt mondja, hogy Hebrew Roots Movement, és úgy fordítja le, hogy zsidó kulturális gyökerek. A Hebrew és a zsidó nem ugyanaz. És hogy taníthat valaki úgy, hogy ezt nem érti meg? Nem lehet a két szót összekeverni és egymás helyett használni, mert nem ugyanaz a kettő. Az más, hogy ma a társadalom esetleg úgy használja, de pontosan azért használja úgy, hogy összezavarja az embereket. Aki tanít, annak értenie kell, hogy a szavaknak jelentősége van. A Hebrew az nem zsidó, nem azonos azzal, amit mi zsidónak hívunk. De ezt mindenki láthatja a Hebrew bejegyzésben, ez pedig az Encyclopædia Britannica. Héber az bármelyik tagja annak az északi semita népnek, amely a zsidóknak volt az őse. Érthető? Annak, amit ma tudatlanul a világ zsidónak hív,
Annak nincsen köze ehhez a zsidóhoz. És ezt meg fogom mutatni, hogy hogy nincs. A héber és az, amit ma az emberek zsidónak hívnak, nincsen egymással kapcsolatban. A héber, vagy a hibru, az Ábrahám, Izsák és Jakób leszármazottja. Aki ma úgynevezett zsidó, az nem Ábrahám, Izsák és Jakób leszármazottja, hanem Jáfet leszármazotta, és Askenáz, illetve később Kazár, vagy Kazária lakói, vagy annak a társadalomnak a tagjai. Ezek a zsidók, a mai zsidók, nincsen közük az írásokban levő néphez. És ezt annyiszor elmondtam, hogy aki még mindig nem érti, az valószínűleg nem akarja megérteni, vagy nem fogja tudni megérteni. De a Britannica Enciklopédia megmondja ezt. Jew, vagy zsidó, amit ma mi zsidónak hívunk, bárki, akinek a vallása judaizmus. Érthető, amiről beszél? Az a zsidó, akinek a vallása judaizmus. Azért, mert judaizmus az egy vallás. Az, amiről én beszélek, az nem egy vallás, ez az út, amit a Teremtő kijelölt az ő torájával. De ide van írva is, hogyha ezek az emberek Reveal Hidden Reality-nél annyira jól beszélnek angolul, akkor hogy nem tudják ezt megérteni, hogy a héber nem azonos a zsidóval, nem lehet a kettőt összekeverni, mert nem ugyanaz a kettő. A zsidók a héberek leszármazottai. Az úgynevezett ótestamentumbeli héberek leszármazottai a zsidók. Hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy tovább olvasson, akkor rájön, hogy ez Yehudi a neve héberül, és ez Yahuda törzsének a tagja. Ez nem vonatkozik az összes izraelitára, hiszen azok 12 törzs. A 12 törzs nem azonos azzal az egyel, ami Yahuda vagy Júda törzse, ebből származik a mai kifejezés zsidó, mivel az északi királyság ott maradt a területen, egészen 70-ig, míg a rómaiak elüldözték őket, és ők voltak az utolsó fenntartói ennek a rendszernek. A mai emberek, akik zsidónak mondják magukat, nem azonosak azzal, akik ott voltak, mikor a Mássiák a földön járt. Tekerje vissza mindenki ezt az egy percet, és lassítva hallgassa meg, hogyha ez még mindig nem világos. Azok az emberek, akik a könyvben szerepelnek, nem azonosak a mai askenázi, kazár zsidókkal. Ők hívják magukat askenázinak, meg kazárnak, mert azok. Így viszont nem lehetnek semiták, mert askenáz Jáfet leszármazottja. De olvasom tovább, hogy tényleg, hogy mennyire, hogy lehetséges ez egyáltalán. A zsidók úgy általában kezdetben héberek voltak, ibri, úgy mint héber, vagy később izraeliták. Egészen a babiloniai fogságig. Miért? Azért, mert a babiloniai fogság után már csak Jehuda törzse maradt ott, az északi királyság, Jehuda, Benjamin és Lévi egy része. Jehudi, ők voltak az utolsó izraeliták, akik még fenntartották ezt a kultúrát. Ide van írva Britannica enciklopédiában, hogy mi a különbség a héber, az izraelita és a zsidó között. A Jehudi, vagy zsidó, ez Jehuda leszármazottjait jelenti. Aki Jákob negyedik fia volt, akinek a törzse együttesen Benjaminnal Jehuda királyságát alkotta, az északi királyságot, aki ott maradt, mikor a Mássiák a földön járt. Így tehát a héber egyáltalán nem azonos a zsidóval. Érthető, hogy köze van egymáshoz ezeknek a szavaknak, de nem lehet őket felcserélni, hiszen nem ugyanazt jelenti. Hogyha valaki egy órás előadást úgy kezd, hogy nem is érti, hogy mik azok a szavak, amiket használ, akkor a későbbiekben hogy lehet ezt egyáltalán komolyan venni? De itt van Ibrim, ebből a szóból ered, vagy Ivrim, ez ugye a többes száma a hibrúnak, ami Ibri, ami héber lett magyarul, vagy hibrú angolul. Tovább folytatja a Jew vagy zsidó bejegyzést Britannica, amikor azt mondja, hogy a modern világban lehetetlen olyan definíciót összeállítani arra, hogy Jew vagy zsidó, ami mindenki számára kielégítő lenne. Épp most tettük meg. Nem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen. Ha valakinek bizonyíték kell arra, hogy a mai úgynevezett zsidók nem a bibliai izraeliták, akkor itt van egy mondat. Ma a zsidók egyetértenek abban, hogy egy zsidó
Anyától született gyerek az zsidó. Soha sehol erre példa nincsen az írásokban, hogy az örökség vagy a nemzetség az az anya ágán ment volna tovább. Sőt, aki olvassa ezt a könyvet, annak világos kell, hogy legyen az első oldaltól az utolsóig, hogy ez a könyv a férfi vezetéséről szól, ezért hívják pátriárkának őket. Mert ők azok, akik megalapítanak egy-egy ágazatot. Az egy rejtély számomra, hogy a mai zsidók ezt hogy tudják komolyan venni, mikor előtte arról beszél, hogy Ábrahám, Izsák és Jakób leszármazottai. Itt van, Ábrahám, Izsák és Jakób leszármazottai. Akkor hogy lehet, hogy a maiak az anyát veszik alapul, mikor végig az írásokban az apát vették alapul? Vége hossza nincs annak, hogyha azt akarnánk bizonyítani, hogy a mai emberek nem az eredeti izraeliták. Nem lehettek azok, hiszen ha ők az anyát nézik, akkor az egy össze-vissza nagy káosz lesz, hiszen mindenki, aki abba belép, abba a vallásba hozza férfi magával a saját nemzetségét, és azt örökíti tovább. De azok az emberek az anyát nézik, így nem lehet követni tovább. Ezért mondtam azt, hogy az első néhány percben ez az egész le is omlik. Már amit ő próbál mondani. Igazából sosincs értelme, szóval, hogyha valaki érti az írásokat, akkor egy dolog világos, amiről ők beszélnek, annak semmi köze nincs ahhoz. Az Pál leveleinek néhány félreértelmezett versén alapszik, azon kívül ők soha egyetlen verset nem idéznek a könyvből. Soha! Bármelyik videót megnézi valaki, a 90% a Pál levelei, vagy egy-két szó a megváltótól, a Torából, soha semmi, hiszen ha elővennék a Torát, illetve a Tnákot, az Ószövetséget, akkor abban a pillanatban az egész leomlana, amiről ők beszélnek. Úgyhogy ők használják azt a néhány levelet, amit Saul írt, arra felépítenek egy teológiát, ami egy hibrid keresztény hitrendszer, és ez az, amire ők azt gondolják, hogy ez a valóság. Na itt, kettő percnél azt mondja, hogy ez a Héber gyökerek mozgalom, ez a Tora betartását és a megváltóba vetett hitet próbálja meg az embereknek terjeszteni. De mutatok még egy karaktert, aki ezt próbálta az embereknek elmagyarázni. És íme jövén egy ember mondta neki, jó mester, vagy Adonai, mi jó cselekedjem, hogy örök életet nyerje? Ki ez ugye Jahusa Hamásiákhoz fordul, egy gazdag ifjú, és kérdezi, hogy mit csináljak, hogy örök életet nyerje? Jahusa válaszol, miért mondasz engem jóra? Senki sem jó, csak egy Elohim, azaz atya. Ha pedig be akarsz menni az életre, mit csinálj, ha örök életet akarsz? Tartsd meg a parancsolatokat! Akkor ezek szerint Jahusa Hamásiák is egyetértett azzal, amit a Héber gyökerek mozgalom tanít, vagy amiről én beszélek itt már évek óta. De itt van még egy ember, aki ezzel egyetért, ez János annyira, hogy leírja egy levelében. Ez az első levél, második fejezet. Én, fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek! És ha valaki vétkezik, van egy szószólónk az atyánál, az igaz Jahusa Hamásiák. Mi ez a vétkezzetek? Ez nem más, mint hamartánó, valaki, aki bűnt követel, Elohim ellen vétkezik, vagy pedig a törvény ellen vétkezik, bűnben él. Elvét, eltéveszt, vagy elhibáz valamit. A héber szó erre, ami legközelebb áll hozzá, az hatá. Ezt már megbeszéltük százszor, hiányszenved, téveszt, eltéveszt valamit. Bűnt követ el, magyarul. Hatá. Így folytatja a harmadik versben, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Kiről beszél? Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, ez Jahusa Hamásiák. Ő az engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk, aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Jelenések könyve 22, én vagyok az Alef és a Ta, az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Ki az, akinek a parancsolatait meg kell tartani? Elohim! Honnan tudjuk, hogy Elohim az? Onnan, hogy mindig is ő volt az, aki szabályozta, hogy ki az, aki az élet fájához hozzáfér. És mondta Jahua Elohim. Íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy. Jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról, hogy egyék s örökké éljen, ki küldé őt Jahua Elohim az élet kertjéből, hogy művelje a földet, melyből vétetett vala.
és kiűzi az embert, és odahelyezteti az Édenkertjének keleti oldala felől a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Miért? Azért, mert nem tartotta meg az ő parancsolatait, hogy ne egyen abból a fába. Ugyanez a helyzet most is, mindenkit megnyugtatok. Soha semmi nem változott. Teljesen mindegy, hogy hány milliárd keresztény mondja azt, vagy hány milliárd hibrid keresztény gondolja azt, hogy ő a jó úton jár, amikor azt mondja, hogy ez egy átok, egy rabság, és ő felszabadított, hogy élhessünk úgy, mint az állatok. Arról beszél, hogy a héber gyökerek mozgalom vissza akarja vezetni az embereket ahhoz, az életformához, amit az apostolok cselekedtek. Erről beszél itt. Én ezt komolyan mondom. Mindenki hallgassa meg, és akkor meg fogja érteni, hogy Reveal Hidden Reality azt mondja, hogy aki vissza akar minket vezetni ahhoz az életformához, amit az apostolok folytattak, az rossz úton jár. Ez egyszerűen elképesztő számomra, hogy hogy lehet ezt komolyan venni. Ki az, aki egyáltalán ezt úgy, hogy ismeri, még ha csak az új szövetséget is ismerem. Hát minek lenne benne apostolok cselekedetei? Az új szövetség nagy része arról szól, amit cselekedtek az ő tanítványai, a Husach Másiák tanítványai. Aki vissza akar vezetni minket ehhez az életformához, az hogy járhat rossz úton? Egyszerűen hihetetlen ez a gondolkodásmód. És biztos vagyok benne, hogy emberek komolyan veszik azt, amit ők mondanak. Szó szerint ezt mondja. Arról beszél, hogy a pogányok és a zsidók is egy törvény alá tartoznak, és nincs megkülönböztetés. Hát hogy lenne megkülönböztetés, mikor leírja maga az új szövetség, hogy nincs megkülönböztetés? Hogy lenne megkülönböztetés, mikor egy van mindenből? Itt van egy példa erre egyébként, Rómaiak az 3, 29-30, az előbb olvastuk fel a 31-es, de nézzük a 29-est. Avagy Elohim, csak a zsidókéje, avagy nem a pogányoké is. Bizony a pogányoké is. Hát akkor milyenféle megkülönböztetés van, ha egy Elohimhez tartozik mindenki? Mivel, hogy egy az Elohim, aki megigazítja a zsidót hitből, a pogányt hit által. Akkor csak a hitből igazul meg mindenki, nem? A zsidó is, meg a pogány is. Akkor csak nincs két különböző rendszer, hogyha egy Elohim van, aki megigazítja mind a kettőt hitből, a zsidó ugyanúgy hitből igazul meg, mint a pogány. Akkor az a különbség, hogy utána a zsidónak ott van mindenféle szabályrendszer, neki tudnia kell az egészet kívülről, belülről, meg úgy élni, a pogány meg él úgy, ahogy akar. Itt van még egy, ha már a zsidónál tartunk, meg a hébernél. Ábrahám, aki minden hébernek az atya, Ábrahám volt a héber, hit tulajdonítaték neki igazságot. Mindenki ugye azt mondja, hogy ő a hitből igazol meg. Itt van, Ábrahámnak hit tulajdonítaték igazságot. Miképpen tulajdonítaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban. A körülmetélkedési jegyét körülmetéletlenségében hite igazságának pecsétjéül nyerte. Miért? Hogy atya legyen mindenkinek, aki körülmetéletlen létére hisz, és azoknak is tulajdonítassék az igazság, hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében, hitének nyomdokait. Akkor csak mindenkinek egy az atya, nem? Akkor csak egy az egész nép, hogy lehetne már kettő? Az írás nem tesz különbséget köztük, nem én nem teszek különbséget, vagy el akarom választani, vagy egybe akarom az egészet mosni, az írás nem tesz különbséget. Róma 9.23, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein az embereken, melyeket eleve elkészített dicsőségre, akiket el is hívott minket nem csak a jahudi vagy zsidó, hanem a pogányok vagy etnosz közül is. De itt van még egy, ez 1. Korintusi 12.13-as, mert hiszen egy ruák által mi minnyájan egy testé merítettünk be, akár jahudim, akár javanim, akár szolga, akár szabad, és minnyájan egy ruákkal itattattunk meg. 12-es vers így szól előtte. Mert amiképpen a test egy, és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a másiák is. Ennek a része mindenki, akit itt felsorol. Mert a test sem egy tag, hanem sok tag, de egy test. Ti pedig 27-es, ugyanitt másiák teste vagytok, és tagjai rész szerint. Itt a következő, Kolosséjakhoz 3-as fejezet.
Felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázata szerint, Jehusa Hamásiák az annak, való ismeretre, aki teremtette azt, ahol nincs többé Javanim, vagy ugye Hellén, görög, és Yahudi, vagy Judaios, zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben másiák. Galatákhoz 3 is ezt mondja, minek utána eljött a hit, vagy émüná, nem vagyunk többé vezélő mester alatt, mert mindnyáján Elohim fiai vagytok, másiák Jahusába való émüná, vagy hit által. Mert akik bemerítettek Jahusa Hamásiákba, másiákot öltöztétek fel. Nincs Yahudim, sem Javanim, görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyáján egyek vagytok másiák Jahusában. Ha pedig másiáké vagytok, tehát Ábrahám, a héber, magva vagytok ígéret szerint örökösök. Aki örökös akar lenni az ígéret szerint, annak Ábrahám magvának kell lennie, hiszen Ábrahámé volt az ígéret. Aki másiákénak vallja magát, annak úgy kell élnie, ahogy ő élt, és annak Hébernek kell lennie, hiszen Ábrahám maga Héber volt. De ne higgyel senki nekem, le van írva, ez Baresít 1 Mózes 14, eljöve pedig egy menekült, és hírül hozzá a Héber Ábrahámnak, aki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyafiának és Áner atyafiának tölgyesében, akik meg Ábrámnak szövetségesei valának. Ha már itt tartunk a Hébernél, amire ők ugye azt mondják, hogy zsidó, láthatjuk, hogy semmi köze nem lehet a zsidókhoz, hiszen Bereshit 14 még Szodoma és Gomora elpusztítása előtt volt, amikor még zsidó vagy Yahuda nem is volt tervbe véve Ábrahám fejében. Sőt, nem is lehetett, hiszen Ábrahámnak fogalma se volt róla, hogy mennyi fia lesz majd Jakobnak, aki nem is az ő fia, hanem Izsáknak, az ő fiának a fia. Héber származású, Ibri, ezt jelenti, amikor ő arról beszél, hogy Hebrew Roots Movement, vagy Héber gyökerek mozgalom, erről beszél a Héber gyökerek mozgalom, hogy úgy él az ember, ahogy Ábrahám élt, hit által fog megigazulni az ember, mint Ábrahám, és utána teszi azt, amit Jahua mondott neki. Itt az ígéret, megsokasítom a te magodat, Izsáknak mondja, mint az ég csillagait, a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Ki az ő magja? Jahusá Hamásiák. Ez az, akiben megáldatik majd mindenki a világon, aki hisz. Galatákhoz 3.28 erről ír. Így lesz majd mindenki Ábrahám magva, hogy hisz, és úgy jár, ahogyan Ábrahám járt, és így lesz az ígéretnek az örököse, amiről Saul beszél. Ez az az Ábrahám, akiről beszél itt, aki Héber volt mellesleg, és az ő fiának, Icáknak vagy Izsáknak adja itt újra ezt az ígéretet, Jahua, hogy megsokasítom a te magodat, ki az ő magva, az, aki hisz, mint az ég csillagait, a te magodnak adom mindezeket a földeket, ez az íg, ez az örökség, amit kapnak, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, ez az ígéret. Miért? Mivel, hogy hallgatta Ábrahám, a Héber, az én szavamra, mit csinált? Megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és az én torámat. Úgyhogy remélem világos mindenkinek, hogy úgy jár, ahogy akar. Azt a vonulatot követi, amelyiket akarja. De mindaz, aki nem úgy él, ahogy Ábrahám, Izsák, Jakób, a 12 pátriárka, Jahusá Hamásiák, a proféták, az apostolok, mindenki, aki ebben a könyvben valamit is hozzájárult, Saul maga, az nem lesz ott a végén. Itt van, hogy mit csináltak ők? Az apostolok maguk. Ugye az írója apostolok cselekedeteinek így szól. Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Saul a tanítványokat, és tőlük búcsút vevén elindul a Macedóniába, utána ott mindenhol tanított Görögországban, itt töltött 3 hónapot, ott töltött 3 hónapot, nézzük, mit mond az író. Mi pedig a kovásztalan kenyeret napjai után kievezünk Filippiből, és menénk ő hozzájuk Troásba 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. Kit érdekel a kovásztalan kenyerek napjai, hogyha már arra nincs szükség? Egyáltalán minek is megemlíteni, ha már ezt mindenki
elfelejtette, meg betöltötték, meg erre már nincs szükség, meg ez amúgy is egy rabság volt, meg egy rettenetes dolog. Itt még mindig ők ezt az ünnepet tartották meg. Ott voltak Filippiben, a kovásztalan kenyerek napjain, és utána mentek csak el onnan. Ha itt leugrunk a 16-os versre, akkor látjuk, hogy mert elvégzi Saul, hogy Efezusz mellett elhajózik, hogy ne kelljen neki időt mulatni Ázsiában, mert sietett. Hova sietett? Jeruzsálemben. Miért? Ha lehetne a Pentekoszt, vagy Pünkösd, vagy Sabót napjára elérjen oda. Hát minek menne oda, hogyha ezt már eltörölte, mikor apostolok cselekedetei első részben a ruach kitöltetett az emberekre. Saul meg minek siet még mindig, meg szervezkedik úgy, hogy odaérjen Jeruzsálembe, ha erre már nincs szükség. Az előbb kovásztalan kenyerekről beszél, most Sabótról beszél, ezek az emberek még mindig azt csinálták, ami le van írva a Torában. Nem össze-vissza mentek, mindenféle locsoltak embereket, meg ajándékot osztottak a fenyőfa alatt, meg disznót lettek, meg ilyen dolgok. Sőt, magához hívja a 17-es versben az efézusi véneket, és így szól hozzájuk. Semmitől sem vonogattam magamat, 20-as, ami hasznos, hogy hirdessem nektek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, miről bizonyságot tevén Javanim és Jahudimnak, Elohimhez való megtérés, és Adonai Jahusa Hamásiákban való hit felől. Nem csak jött, ment, mondogatta nekik, hogy ó, már csak hinni kell, meg mindenki elég, ha leül, és mondogatja, hogy hisz, meg azon gondolkodik egész nap, meg az én szívemben Isten van, meg Jézus. Elohimhez való megtérés, és Adonai Jahusa Hamásiákban való hit felől. Hogy lehetne másképp megtérni, a gondolkodásmódot megváltoztatni, mint a Tora szerint? Ez egyébként megtér, megváltoztatja szándékát, vagy megbánja. A héberben ez a kifejezés nem más, mint shub, ami annyit tesz, hogy megfordul, visszafordul, vagy fordulatot, vagy hátraarcot csinál. Többek között megtalálható ez a kifejezés Dabarim vagy 5 Mózes 4-es fejezetben, úgy mint megtérsz, vagy shub, megfordul, fordulatot tesz, hátraarcot csinál, mikor Jahua figyelmezteti az ő népét, hogy mikor nyomorúságban leszel, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, mik az átkok, és megtérsz Jahuához, a te hatalmasságodhoz, hogyan? Úgyhogy hallgatsz az ő szavára, akkor majd ő vissza fogja őket fogadni. Ugyan itt a 39-eshez, ha leugrunk, tudd meg azért te mai napon, és vedd szívedre, hogy Jahua Elohim fent a mennyben, alant a földön, és nincsen több. Mit csinálj? Hallgass az ő szavára, hogyan? Tartsd meg az ő rendeléseit és parancsolatait, melyeket én parancsolok ma neked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak te utánad, hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, melyet Jahua, te Elohimed ad neked. De itt a tökéletes példa erre, hogy megtér, úgy, mint hogy Shub, amit az előbb olvastunk, és ha a gonosztevő, a bűnös vagy vétkes megtér, shub, elfordul minden vétkéből, hatá, ami a törvény ellen elkövetett, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatomat, és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen, meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Bizonyítván, hogy a kegyelem koncepciója egyáltalán nem egy új szövetségi jelenség. Ez a kezdetektől fogva így volt, amikor az ember megtért, onnantól kezdve Jahua hajlandó volt elfelejteni a bűneit, és segíteni azon az úton, amit elindult. Ezt jelenti a megtérés. Erről beszél Saul, mikor azt mondja, hogy Elohimhez való megtérés. Nem arról, hogy otthon ülök a fotelban, azt mondogatom mindenkinek, hogy én mennyire imádom az Urat, meg Istent, meg a Krisztust, meg mit tudom én kit. Meg az ő szavát, meg az ő szava, hogy gyönyörűség számomra. Semmit nem tudok belőle, meg nem is csinálok semmit belőle, azon kívül, hogy magyarázom. Itt most azt mondja, hogy az probléma, hogyha valaki azt állítja, hogy egy héber gondolkozás módra van szükség ahhoz, hogy megértsük az írásokat. Ezek az emberek héberek voltak. Ezek az emberek nem voltak görögök, rómaiak, amerikaiak, angolok vagy magyarok. Nekik nem volt ez a mentalitás a fejükben, ami nekünk van ma. Hogy érthetnénk meg másképp, mintha megpróbálunk belehelyezkedni abba a gondolkodásmódba, ami nekik volt?
Ez egy katasztrófa, amiről ők beszélnek, nem csak itt, hanem az összes videóban. Egy teljes katasztrófa. Úgyhogy aki ezt követi, az annak fogalma sincs, nem csak az írásról, hanem szerintem arról sem, hogy egyáltalán hogyan kell gondolkodni a világban úgy, hogy az ember eligazodjon abban. Saul erre figyelmeztet, avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, törvény ismerőkhöz szólok. Nomosz, a Bibliában különösen a mózesi törvény. A mózesi törvény írott formája. Azokhoz szólok, akik ismerik a mózesi törvényt. Hogy a törvény uralkodik az emberek, amíg él. Nem világos, amit mond? A törvény uralkodik az emberen, amíg él az ember, addig lesz törvény. Azokhoz ír Saul, akik ismerik ezt a törvényt. Reveal Hidden Reality, akik nem ismerik ezt a törvényt, azokhoz nem szól a római levél, mert azok nem tudják azt értelmezni. Ezért mondja, Saul mondja azt, hogy ehhez egy különös hozzáállás kell, ez egy különös, különleges gondolkodásmód szükséges, hogy az ember ezt felfogja. Erről beszél itt. Mellesleg utána egyébként 5 Mózes 24-es fejezetből idéz, ami nem a 10 parancsolat. Szóval akkor csak nincs eltörölve a 10 parancsolaton kívül az összes többi. Utána belemegy abba, hogy nem egységes ez a héber gyökerek mozgalom. Most én nem akarom védeni a mozgalom, de én abszolút nem érdekel a mozgalom. A probléma az, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy a Torára nincs szükség. Most azt mondja, hogy ez a mozgalom különbözőképpen értelmezi a Torát. Ugyanúgy különbözőképpen értelmezi, mint a kereszténység, amiben ők tartoznak. Mindenkinek megvan a saját elképzelése az egészről. A probléma az, amikor elkezdjük az embereknek mondani azt, hogy már úgy élnek, ahogy akarnak, hiszen ilyen soha nem volt és soha nem is lesz. Utána azt mondja, hogy ó, ez, valakik azt mondják, hogy az áldozati rendszer az, amit eltörölt. Hát ő maga mondta, hogy az áldozati rendszer el lesz törölve, mikor megadta a proféciát Dánielnek. Itt van Dániel 9-es fejezet 26. 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mássiák, vagy a megváltó, vagy a felkent, vagy a messiás. És senkie sem lesz. A várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem, Titus, időszámításunk szerint 70-ben a Római Birodalom. És vége lesz, vízözön által, ugye beáramlanak az emberek, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Onnantól kezdve végháború van a világon. Egy héten át. 7 év sokakkal megerősíti a szövetséget. Mi ez? A brit. Úgy, mint a brit, hát a megújult szövetség. Megerősíti a szövetséget. Nem újat csinál, hanem megerősíti. Egy megújítja ezt a szövetséget. De mi történik a hét felén? Véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak. Nem a Torának vet véget, annak nem tud véget vetni. Annak nem kell véget vetni. Az egy tökéletes rendszer, az Yahuwah a szava, az maga az igazság. Reveal Hidden Reality nem tudja, hogy miről beszél. Biztos vagyok benne, hogy zsidókhoz 10.1, amiben szeretnék megmutatni azt, hogy látod, a törvényt eltörölte? Nem, nem törölte el a törvényt. Zsidókhoz vagy Abri 10-es fejezet nem a Toráról beszél, hanem az áldozati törvényekről beszél. Ez az, ami a Jahusának az előképe volt. Az áldozati törvény volt az ő előképe, hiszen Jahusá Mássiák volt az áldozat. De egyébként ezt leírja világosabban, mint a nap. Mint hogy a törvényben, ami nem más, ugye, mint a nomosz, a bibliai törvény. A jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, melyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszült volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Akkor milyen törvényről beszél, ha nem az áldozati törvényről, amiről írt Dániel az előbb? De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. A Toráról még szó sem volt. Az úgynevezett morális kódról vagy törvényről még szó sem esett. Még csak az áldozatról van szó azért, mert ez volt az, ami a jövendő jóknak az árnyéka volt. Mi az a jó? Yahusha HaMashiach, a tökéletes áldozat, amely megszünteti a bűnt. Ami eltörli a bűnt, nem csak elfedezi, mint az állatok vére, hanem eltünteti. Ez a jó. Ezért volt ennek egy árnyéka az állatáldozat, és nem ez maga a dolog.
Négyes vers le is írja, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért a világba bejövetelkor így szólt, áldozatot negyedjére mondjál, hogy miről beszél, és ajándékot, öt, nem akartál, testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, hatodjára mondjál, hogy mi az, amiről beszél. Akkor mondám, íme itt vagyok, a könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, mi ez a torája a szívünkben. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot nyolcadjára, égő, kilenc, bűnért való áldozatot, tíz, nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a tora szerint visznek. Ez az a törvény, amiről beszél, nem az ő morális kódja, hanem az áldozati törvény. Akkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, Zsoltárok 40-es 9, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényed, a keblem közepette van, a te törvényed az nem más, mint a Tora. Ez az az akarat, amit Jahusa Hamásiák teljesített. Ő a törvény szerint élt, így neki nem volt szükség áldozatra, feláldozta magát, és megszüntette az áldozati törvényt, amiről Zsidókhoz 10-es fejezet szól. Ezért írja le 10-szer, különböző formákban, hogy miről beszél. Egyszer sem arról beszélt, hogy nincs szükség morális kódra, hogy az ember úgy élhet, mint egy állat, vagy úgy, mint egy vad. Arról beszél, hogy az az áldozati rendszer nem volt jó. Eltörli az elsőt, mit? Az áldozati rendszert. Szó sincs arról, a törvényt nem kell eltörölni. Az, hogy tiszteld atyádat, anyádat, hogy ne ölj, ne lop, ne paráználkodj, hogy van egy sabát, hogy ne vedd a teremtő nevét a szádra, ezeket nem kell eltörölni, ezek nagyszerű dolgok. Ezt nem kellett megváltoztatni. Hogy meghagyja a másodikat, ki a második Jahusa Hamásiák? Mely akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra Jahusa Hamásiák testének megáldozása által tizen sokadjára mondja el, hogy mi az, amiről beszél. De egyébként folytatódik, és minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, 12, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Miért? Azért, mert a jövendő jóknak az árnyéka volt csak az állatáldozat, nem maga az képe a dolgoknak. Ő azonban egy áldozatta, 13 áldozván, 14 a bűnökért, mindörökre üle Elohim jobbjának. Hányszor kell még elmondania, hogy világos legyen mindenki számára, hogy mi az, amiről szó van? Ez nem is egy nüansz, amit észre kell venni, vagy ki kell kutatni, hogy vajon mi lehet, meg el volt rejtve. Elmondja 15-ször, hogy az áldozatokról beszél. Egy áldozati törvényről beszél, amit eltörölt és megváltoztatott. És egy újat hozott helyette, egy áldozattal mindenki, aki abban hisz, az igazol és bizonyíthatja a cselekedeteivel, hogy valóban hisz. De itt van leírva, várván immár, míg lábainak zsámolyául vettettek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé, azaz éretté tette az elválasztottakat, vagy a kadusímot, vagy a megszentelteket. Érthető, amiről szó van? Áldozati törvény az, amit eltörölt és megváltoztatott, nem a tora az úgynevezett morális törvények. De nézzük tovább. Bizonságot tesz pedig erről mi nekünk Ruach HaKodesh is, mert minek utána előre megmondta, ez az a szövetség, vagy brit, melyet kötök velük a ma napok után, akkor miben változik meg a szövetség? Abban, hogy az áldozati rendszer más lesz, és más lesz a főpap most már. Adom az én törvényemet az ő szíveibe és az elméjükbe, írom be azokat. Az ő torája, az ő instrukciói még mindig központi szerepet játszanak ebben a szövetségben. Olyannyira, hogy már Zsoltárokban is erről volt szó, hogy a törvény a keblem közepette van, vagyis a keble az ugye a szíve, hogy ott legyen az ő torája, benne az ember közepében legyen. Ez lesz az új szövetség. Erről mi a véleménye Reveal Hidden Reality-nek, mikor azt mondja, hogy a tora lesz az ő szívükbe és az elméjükbe írom azokat? Ha nem aszerint cselekszünk, akkor hogy lehet a szívünkben, meg az elménkben, hogyha mi egy teljesen más rendszert követünk, sőt, azt mondjuk, hogy ez egy rabság, vagy ez egy átok. Mi betartjuk a tizet, de közben annak a felét nem is ismerjük, meg azt mondjuk rá, hogy az már nem kell, meg eltörölte, meg megváltoztatta, miközben nem is arról beszél soha. Mindvégig arról van szó, hogy az ő torája bekerül az ember elméjébe és szívébe. A törvény áldozati része nem
A Tora! Azt a megszegésért kell csinálni. Ez az, amit megváltoztat. A Tora ugyanúgy része lesz, sőt, a Brit Hadasá, a megújult szövetségnek a kulcs része az, hogy a törvény bekerül az ember szívébe, így az ember teljes erejéből fogja azt cselekedni. És az elméjébe lesz benne. Nem leírva, hogy megtanulja, hanem benne lesz, és Ruach HaKodesh által vezeti az embert majd Yahuwah, és mutatja neki, hogy a törvény szerint él, vagy sem. De nézzük, hogy folytatja. És az ő bűneikről, nem a Toráról, bűneikről, és gonoszságaikról, törvénytelenség, törvénysértés, vétek, bűn, többé meg nem emlékezem. Elfelejti azt, ami volt, ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Boom! Mi az, ami nem érthető ezen? Hogy lehet, hogy ezt valaki nem érti meg úgy, hogy nem akarja megérteni? Arról itt szó van, hogy apostolok cselekedetei 15-ös fejezetet másként értelmezik, mint a hagyományok. Aki jó úton akar járni, egy dolgot elmondok. Soha nem követheti a hagyományokat. Az emberek az, hogy mi az, amit a legtöbben gondolnak valamiről. A legtöbben mindig rossz úton járnak. A többség soha nem tudja, hogy mi az igazság, és soha nem jár jó úton. De ezt nem kell elhinnie senkinek. Nekem, Jehusa Hamásiák ezt megmondta. Menj be a szoros kapum, mert tágas az a kapu, széles az az út, mely veszedelemre visz, és sok ember jár azon, de szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevés ember lesz az, aki megtalálja. Mi az első figyelmeztetése ezután? Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ki volt a tökéletes proféta, Jehusa Hamásiák? Mire tanított? Hogyan kell a Tóra szerint élni? Akkor ki a hamis proféta? Az, aki nem arra tanít. Ez ennyire egyszerű. Szóval azt mondja, hogy másképp értelmezik apostolok 15-öt. Apostolok 15-öt nem lehet másként értelmezni, mint ahogy én azt már elmagyaráztam abban a másfél vagy két órás videóban, ami erről készült. Apostolok cselekedeteit egyféleképp lehet értelmezni, az pedig az, amit összefoglalok itt röviden. Némelyek pedig, kik Judeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat. Ez a kulcs kérdése apostolok 15-nek. Ha körül nem metélkedtek, Mózes rendtartása szerint nem üdvözülhettek. Miről van szó? Szodzó. Üdvösség. Életben marad. Megtart. Megment. Megszabadít. Üdvözít. Megőriz. Ha valaki körül nem metélkedik, az nem üdvözülhet. Ez nem igaz, hiszen az üdvösség az egy ajándék cselekedetek nélkül. Az apostolok ugyanúgy verték a fejüket a falba, mint ahogy most azok, akik értik ezt az egészet. Nem arról van szó, hogy bármit is tudunk tenni azért, hogy megérdemeljük az üdvösséget, vagy az igazulást. Mindenki, aki érti ezt a könyvet, tisztában van azzal, hogy a kegyelem ajándék volt a kezdetektől fogva. Ádámtól elkezdve ajándék volt a kegyelem mindig, hiszen az ember állandóan bűnben élt, ilyen volt a természete. A kegyelem az egy ajándék volt Jahuától. Az üdvösség az egy ajándék Jahuától, a hit ajándéka. Nézzük, mi az, amit mondanak az apostolok. Ezzel egyeznek a proféták mondásai, mint megvan írva. Az ezek szerint ez le van írva, erről is beszéltünk már véget nem érően, hogy Ézsaiás hányszor írt arról, hogy egy világosság a pogányok számára, meg a pogányok hozzá fognak menni. Ezek után megtérek és felépítem Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az emberek többi része Jahuát, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja Jahu, aki mindezeket megcselekszi. Tudja Elohim öröktől fogva mindenő cselekedeteit. Ugye ez, erről szó volt az egész Tanákban, hogy lesz majd egy olyan része a pogányoknak, aki hajlandó követni Jahuát. Hogyan? Úgy, hogy úgy él az ő Torája szerint. Nem arról beszél, azt mondogatja, azon gondolkodik, vagy elmélkedik, vagy mondja, hogy ő szereti Krisztust, meg neki minden Elohim szava, meg imádja, hanem úgy él. Annak okáért azt mondom. Nézzük, hogy mit javasol a pogányoknak.
Nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg Elohimhez. Mi ez a megtérés? Epistrefó, vagy Shub? A Héberben megnéztük, hogy mit jelent az, hogy Shub elmondta Ézsaiás, hogy mi az, amit ez jelent. Írjuk meg nekik, tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, egy, a paráznaságtól, kettő, fulvaholt állattól, három, és a vértől. Ez a negyedik. Akkor ezek szerint rájuk nem vonatkozik a 10 parancsolat? Nekik nem kell semmi mást csinálni, csak a bálványok fertelmességeitől megszabadulni úgy, hogy az, hogy mi a bálvány, azt a Tora írja le. Paráznaságot nem szabad elkövetni úgy, hogy mi a paráznaság, azt a Tora írja le. Huaikra, 3 Mózes, 18-19-20. A fulvaholt állatoktól, és a vértől, amit szintén a Torában találunk meg, egyébként ez Barasít, 1 Mózes 9 többek között. Szóval ez mind a Tanákban van leírva, hogy ez mégis mit jelent, ennek ellenére azzal már nekünk nem kell foglalkozni. De nézzük meg, hogy mit ír a 21-esben, mert ez valahogy elkerüli mindenkinek a figyelmét. Szóval tartózkodjanak ettől a 4 dologtól mindenképp ezek az emberek, és nekik ennyit kell csinálni. Ennek ellenére az hozzáteszi, hogy Mosénak régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy zsinagógákban minden sabát napon olvassák. Szóval írjuk meg nekik, ne háborgassuk, írjuk meg nekik ezt a 4 dolgot azért, mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, és minden sabát napon a zsinagógában olvassák fel. Majd ezek a szerencsétlenek elmennek oda szombatonként, és ott megtanulják a többi dolgot. Ott majd megtanulják, hogy mi az a bálvány, mi az a paráznaság, hogy van ez a vér, mit lehet enni, mit nem lehet enni, hogy vannak az ünnepek, meg az összes többi dolgot. Ezért mondta, hogy menjenek el oda. A zsinagógában ezt csinálják az emberek, akik értenek hozzá, tanítják az embereket arra, hogy mit kell csinálniuk. Akkor ki az, aki nem jól értelmezi apostolok cselekedetei 15-öt? Belegondolni is rémisztő, hogy milyen hosszú lenne ez a videó, hogyha végig kínlódnánk ezt az egész 50 percet, amiről itt beszélnek, csak azt akartam megmutatni, hogy gyakorlatilag az első 4 percben annyi valótlanság van, annyi ostobaság és filozófia van, hogy az egy katasztrófával ér fel. A szerencse az, hogy mindössze 170 ember kíváncsi erre, de lehet, hogy az is sok. Még egyszer megismétlem, hogy én nem azt mondom, hogy a Héber gyökerek mozgalom, vagy a mit tudom én, melyik mozgalom a helyes út. Én azt mondom, hogy a helyes út az az, hogy a Torát követi valaki, és megvan a másiákba vetett hit, hiszen azáltal üdvözül az ember, a Tora által pedig bizonyítja, hogy ő valójában hisz. Ez a könyvüzenet a kezdetektől fogva. Mindig is ez lesz. Aki be tudja bizonyítani az ellenkezőjét, az atya, vagy a másiák szájából, az nyugodtan megírhatja. De Saul, vagy bárki más leveleinek a félreértelmezésével teljesen fölösleges foglalkozni. Mindaddig, amíg a saját álláspontunkat nem tudjuk Jahua az atya szájából elhangzott dolgokkal, vagy a másiák szájából elhangzott dolgokkal, Jahusa, ha másiák úgy értem, bizonyítani, akkor addig fölösleges próbálkozni, hiszen ez az a két karakter, aki ezt az egészet igazgatja. Úgyhogy még ha úgy is lenne, mint ahogy nincs, hogy Saul a törvény ellen beszél, akkor sem követném, hiszen az atya és Jahusa Hamásiák soha nem mondott olyat. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!